Azt mondja, most kiveszik az egért, meg az egér hűtőcsövet, megnézzük, hogy milyen. Ez egy 2014-es, 2000 CDTI, 163 lovas, és 84.000 kilométer. Kíváncsi vagyok, milyen az egérje, ezért most megnézzük. Azt mondja, hogy most szedem szét először, tanulmányoztam egy kis videót. Állítólag sok szerelési tudás nem kell hozzá, szerszám kell, meg egy pár jó kéz. Hát én remélem, hogy nekem van egy jó pár kezem, már pár dologba belenyúltam, sikeresen. Remélem ezt is sikeresen abszolválom, és meglátjuk, milyen az egér meg a hűtő. Én sokat használom városba, és kíváncsi vagyok, főleg úgy, hogy én maximálisan tankolok csak, tehát semmi más nem tankolok bele. Kíváncsi vagyok az eredményre, hogy milyen a városba, meg hogy milyen a hűtőrendszere, cső és az EGL. Talán pozitívat vesszük le. Jó, azt elraktuk. Jó, oké. Na lássuk. Először is. Leszedjük a csatit, aminek minden gond nélkül le kell, hogy jöjjön. Ez egy kis noszogatás kell neki, de lent is vagyunk, ez az EGR-nek a csatia. Aztán nagyon más nem kell, mert ha minden igaz, akkor ketté darab csavar fogja. Egy fölül, egy alul. Ha minden igaz, igen. Oké. Okay. Kamera pozíciót választunk. Csatlakozókra vigyázzunk, itt már nagyon könnyen lekönyökölhetjük, letörhetjük, úgyhogy remélem most. Már kijön, remélem több csavar nincs benne. Hát, hogy még van benne csavar. Az egy fasz helyen van. Elég kormosnak tűnik. Hát igen. Nem olyan vészes, nem olyan
mint mondjuk másik, amit láttam, jó, nem tudom mennyi kilométer volt. De... de nem néz ki rosszul. Korom. Mennyire vészes? Hát nem tudom. De adunk neki. Jön belőle korom, van is ott korom benne bőven. Ott belül. Kicsit birizgáljak. Van azért vastagon. Enne. Nem olyan vészes, de... kívánk egy kicsit a fényre is, hát ha jobban látszik. Tehát belül van koromka. Ezt majd megtisztogatjuk egy kicsit. Mondtam, hogy ez annak a hatása, hogy nem használok 3 forintos üzemanyagot. Vagy azért, mert 83 000 km van benne, de hangsúlyozom, hogy sokat járok városba, tehát nekem 70-60%-a 70%-a városba teszem meg az évi kilométernek. Hát ez így néz ki. Azt mondja, hogy vettünk egy ilyen kis vackot, ezt viszont most befújjuk vele. Ez csak úgy. Azt mondja, most levesszük a egér hűtőcsövet. Ez már könnyebb hozzáférni. Akkor már kijött az egér. Mindenkinek azt ajánlom, hogy nagyon vigyázzon a csatlakozókra, ha szétszedi. Azt mondom, hogy nem egyszerű az autószerelő élete. Én se az vagyok, csak egy kicsit belevág a szakmámba, meg szeretem, ha... hát szeretek bütykörészni, inkább azt mondom. És csak szigorúan akkor nyúlok hozzá, hogyha tényleg meg is tudom csinálni. Ebből nem feltétlen látszik, hogy meg tudom csinálni. De úgy tűnik. Na, azt akkor most... oké, ez is... ez is egyforma. Azért nézzük meg, hogy a csavarok is egyformák-e. Na, hiszem, hogy véletlenül eddig egyformák voltak. Egyes összebbet rakni máshova, rövidebb kell, vagy rövidebb, hosszabb kell.
mert az ki tudja, mit szülhet. És ez is megvan. Hújjújjúj, na. Na, ez csak így néz ki. Jó néz ki. Hát ez így néz ki. Hát ennek is adunk. Ez egy 84 ezer kilométeres autóba ilyen. Na. Ez így néz ki. Ennyire ganyés. Hát... csak ennyire. Van rajta egy kis kula-mula, tehát mit van tenni, mit nem. Adunk neki egy kis zsíroldót. Adunk oda is neki. Hát folyjon végig rajta, ki tudja, mi van bent. Majd megturizzuk. Na, hadd oldja. És ő hogy áll? Oké, hadázzon még egy kicsikét. Aztán majd meglátjuk, mi van ott. Hát őszinte legyek, belül van egy kis lerakódás. Lehet, hogy ezt a műanyag faszkot is mondjuk őt nem árt egyszer lesz, csak az nagyobb munka, arra már én nem vállalkozom. Az egy nagyobb tér, az talán annyira nem, de majd egyszer, de most se volt gond. Legalábbis nem éreztem, hogy kíváncsiskodtan érzek-e valamit, úgyhogy most hadd oldódjon. Mindenféle szempontból. Na, azt mondja, kész vagyunk. És őszinte legyek, nem volt egyszerű. Kivenni, berakni nem egyszerű. Mármint az egért. Többit az könnyű. Hát aki erre vállalkozik, az jól gondolja meg. Csak olyan vállalkozzon rá, aki rohadt türelmes. Van neki mindenféle szerszám. És nagyon türelmes. És esetleg, hogyha kicsi a keze, odafér mindenhez, nekem nem olyan kicsi, de odafért, úgyhogy ember legyen a talpán, aki ezt a kettőt kiszedi. Nem tartana sokáig, csak szar helyen van a csavar. Tehát pont az egérszelep alsó csavarja, ami
teljesen láthatatlan. Kettő, odaférni nem lehet, én magas vagyok, én 1,85 vagyok, de be kell nyúlnom, tehát ágaskodnom kellett, hogy oda beérjek. De úgyhogy meg is csináltam, körülbelül ez egy 2 órába tellett, úgyhogy innentől ezzel nincsen gond, úgyhogy mindenkinek csak hajrá, kitartás, és kitartás, mert nem egyszerű. Szerintem úgyhogy megértem az autószerelőket, hogy miért kérnek el ennyi pénzt érte, ha EGR cserének, vagy tisztítanak. Ja, még egy kis szőszenet. Az EGR csőn alul van egy lemeztömítés, arra nagyon vigyázzatok, nehogy leessen, figyeljetek oda, amikor leveszitek, mert leesett a motortérbe, és keresgélni fogjátok ott. Meg fölül egy gyógyír, arra is vigyázzatok, nehogy elfelejtsétek visszarakni. Kitartás, úgyhogy hajrá, sziasztok!